Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 18-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt ennél a kártyánál az ő gondolatairól és terveiről van szó. Az előfordulhat, hogy ő ezt a nyár folyamán szeretné megvalósítani. Amit a nap még jelent, hogy tisztázódik valami, vagy ő valamit szeretne átlátni. Amit még ez a kártya jelent, az ő sikere és kisugárzása, az ő fellépése. És most megtekintjük a második kártyát, ami utal az ő érzelmeire. Ez a torony azt jelzi, hogy ő fogva érzi magát, és szeretne kitörni ebből a helyzetből. Amit még a torony jelenthet, az lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, és az kihat az érzelmeire. Lehet, hogy vannak félelmei, vagy bizonytalan, és ebből a helyzetből szeretne kilépni, keres egy kiutat. És most megtekintjük a következő kártyát, ami arra utal, hogy mit közöl veled. A tízes szám utal egy új kezdetre, amit ez a kisgyerek szintén szimbolizál. A gyermekeknek van egy szimbolikus jelentése, és utal egy új kezdetre vagy újdonságokra. A képen láthatóak a kelyhek, és az a víz elemére utal, tehát érzelmekre. Érzelmekkel közeledik hozzád, és itt lesz egy új kezdet. A képen látható egy boldog család, ez lehet család alapítás is, vagy ő közli azt, hogy mi van a családjánál, és keres egy kiútat, egy új lehetőséget, egy új kezdetet veled. És most megtekintjük a napi energiát. Ezen a képen láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz. Tehát a mai napon lesz szerencse. A csillagképek utalnak az asztrológiára, vagy a spirituális dolgokra, lehet, hogy most ez áll a középpontban, ez a hivatásod. Amit még ez a kártya jelent, az időpont, ahogy a csillagokban meg van írva. És eljött az idő ahhoz, hogy legyen egy új kezdet. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Természetesen kérhettek tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat, a díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500. A héten van egy kedvezmény fele áron, ezt a jóslást úgy hívom, hogy rejtett kincsek, itt megnézzük a titkokat a kivetésnél is, és az asztrológiánál is. A díjam ennél a kedvezményes jóslásnál ezen a héten 8500 forint helyett fele áron 4250 forintért. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!